Sziasztok, ez itt a Bögre Kereti Káosz sorozatának 22. epizódja, és háborúban vagyunk Lengyelországgal, ha esetleg elfelejtettétek volna, plusz a lázadókkal. De Lengyelország nem igazán bizonyul nagyon erősnek, jelenleg 22.000 főnyi serege van, és nem boldogak. Mármint nagyon szarul állnak, mindenki utálja őket. Először megverte, nem is tudom, Magyarország, utána megverte az oszmánok, aztán Pomeránia, vagy fordítva, aztán most megjövünk mi, meg a dánok is. Szóval elég durva, és azonnal megösszük a teket. Ez nem is kérdés. Kapunk jobb lovasságot és jobb ágyút. És erre rákattintok a gyalogságra. Klasszik Balázs! Így, né. Jönnek, jönnek, és pont most jönnek, nézzétek meg! Hogy lehetnek ekkora köcsögök? Pont most jönnek, hogy váltottam. Egységtípus és leesett a morálom. Ó, drága kenyér! Legalább Cavalry Flanking Ability-t kaptunk, durá. De a pénzünk az megy le a lefolyón, meg a manpowerünk is. Cool! Nem baj, kicsit lootolunk és minden rendben lesz. Lootolunk 2-3-at itt, meg máshol. Hogy állunk? 24%, ugye most elkérnénk ezt meg ezt. Magyarország nem örül ennek túlságosan, mert ők elég sokat háborúztak. Jó van Magyarország, mit adjak neked? Mert nem tudok semmit adni. 47% a war contributionük. Az oszmánok láttam, mondtak Moldáviára. Of all people. Chanson mindenképpen nem fogjuk elkérni. Nem, én itt akarok felfelé haladni itt a... ezen a vonalon mondjuk így. És akkor legyen egy határunk, közös határunk Moszkvával. Moszkvának ez tetszik, ja, akkor biztos az őt... aha, Kurszkászt ezt nekik adnám oda. Jó, akkor azt adnám nekik, és Poltavát még elkérném magamnak. És a maradékból pedig adnánk a magyaroknak területet. Hogyha sikerül befoglalni itt valamit, mert azt adom szívesen, csak foglalják be. Tehát ez lenne a feladatuk. Litvánok közben jönnek haza Velencéből, vagy Albániából, onnan máshonnan. Gyere ide, lootolni. Ezt szerintem kilootoltad. Ja. Itt viszont még egy három arany vár. Hát futás! Nekem érdekem jelenleg, hogyha erősítem Muszkovit és erősítem Magyarországot. Amit látjátok, ugyanis lejárt a békém az oszmánokkal, tehát bármikor megint jöhetnek. Ha már voltak olyan jók a mamelukok és az ajamék, hogy nem támadtak meg minket ez alatt az idő alatt. Amíg nem volt manpowerünk, miközben most sincs. Technically. A magyarok merre vannak? Ja, ott, az is Muszkovi ostroma. Hol vannak a magyarok? Ott vannak a magyarok. Meg se kérdezem, merre mentek. Nagyon érdekes irányba haladtok, de mondom meg, hogy hova. Az Arzbulgar háborúban vannak. Hát ez tök hasznos. Gondolom ezt kilútoltuk. Igen, akkor jönk ide. És a lengyelek technológiájában 8-as szinten van, a hűmeg 9-esen. Nem, 10-esen? Már 10-esen vagyunk. Jól van. Lootoljunk itt egyet. Jó, ez is... elhoztuk, amit el lehetett. Mertünk tovább. Megint mit? Pretended Rebels. Jó, ez ki van lootolva, ez nincsen. 64%, értitek? 64%-on áll az ostrom. Legalább megszereztük. És már 48% a war score. És ezt elfogadnák ezt a békét, de a magyarok nem örülnének neki túlságosan. Amit én mindent értek, csak akarnék se tudni nekik területet adni, tehát... what's the point? Gyere, gyere csak, ezt kapjuk el? Hallod? Kapjuk már azt az ürgét. És úgy sincs jobb dolgom, vagy jobb ötletem. Jó, azt hittem az lengyel sereg, de szerencsére nem. Hova mész? Melipolba. Elgondoltam. És onnan?
Azov. Szóval folytatja az útját. Hát jó, gondolom próbálja leszedni az egyik, lesznipolni az egyik erődömet. Good luck. És utolérünk, szerintem gyorsabban mozgunk, mint ő. 16, hát nem feltétlenül, de egy picit gyorsabban mozgunk. Rá fog állni Carsra. Azért jó, mert most bekapcsolom ezt az erődöt. Későn. Mindegy. Jön már a hős Bászra, ő majd megment minket. Hova mész már? És te hova mész? Jézusom! Hiszen Kaifára megy, fogadjunk. Azt is bekapcsolom. Kászot meg kikapcsoljuk. Bebételjük, nem fog oda menni amúgy. És eltűnt. Sűj, de izgalmas ez a versenyfutás az idővel. És most komolyan? Próbáljunk meg, mikor érsz oda. 13. Jóval hamarabb. Jó, el tudjuk kapni. Nem tudjuk elkapni. Menj a francba! De komolyan már! Menj a francba! Azért is. És nincs stack wipe. Szíthetetlen. Jó, legalább csak Erzurumba vonul vissza. Mennyit vesztettünk? Nem sokat. Itt van egy újabb lengyel sereg. Jó, stack fight meg lett, szerencsére. Hogy állunk itt? Hát, a magyarok nem csípkedik magukat, mert éppen fontosabb, hogy a sógoréknak segítsenek be a háborúba. Így nem tudom, hogy fogok nekik adni bármit is. Konkrétan nem tudok neki átadni olyan területet, amit nem foglalt el. Tehát nem lehet. Így van, megcsinálva a játékmechanika. Nem én találtam ki ezt a dolgot. Úgy a stack wipe. Akkor jöjjünk lootolni. Ide. Ideális lesz lootra. Megadták magukat a Pretendit ebbőlöknek. De azért kicsit felerősödött a Litvánia sajnos. És nem is túl nagy a bevételünk. Na, a magyarokat már nem bántja ez a béke. Na! Oké, kezdünk jó felé haladni. És átadom nekik ezt, a Muszkovinak. És elkérek pénzt. Mennyi pénzt kapnék én ebből, mennyit látnék? 97 dukát, az úgy nekem megérné. 175, akkor inkább így legyen. És... hát ez nem számít, ez nem számít. Szereznénk így gyakorlatilag... 4 területet. És nem úgy tűnik, hogy amúgy ez a háború jól állna a mi szempontunkból. Legalább a magyaroknak a contribution element a francba. Muszkovi nagyon szeretne adni egy favort is ezekért a dolgokért. Jó, én azt mondom, hogy ez egy jó békének tűnik. Tényleg nem tudom, merre haladunk ezzel, de majd lesz valami. Jééééé! Nyertünk egy háborút. Úgy látszik ez ilyen, hogy elvesztünk egy háborút egy nagyhatalom ellen, és aztán megverünk valami kis nyomorultat. Hát most ez az országunk, érdekel titeket, megmutatom. Players, ez az országunk. Recall, oké. És már riválisai is vagyunk Litvániának. Szóval ez ami karakunyulunk. Treason against karakunyulú, no! Vesztünk army professionalism-et. Amiből nulla van, úgyhogy őszintén nem bánom. Azt is mondanám, hogy whatev. És a lengyelek kikerültek, nem, a litvánok kikerültek a lengyelek alól. És ez hogy történt? Tényleg ez hogy történt? Nagyon érdekelne. Meddig tart velük a békénk?
32. Azért rakjunk rá klémet. Magyarok át akarnak menni. Nyilván! A magyaroknak nyilván szükségük van, hogy a Salzburg elleni háborúhoz, hogy átmehessenek a területünkön. Hát, oldjátok meg. Ha tényleg ebben látjátok a siker kulcsát, hajrá, go ahead. Kefe már nem a miénk. Sad times. Na, állítsunk át területeket, mert abban van a nagy pénz, nem tudunk. Hát, nem mondom, hogy meglepődtem. A lengyeleken már van egy csomó-csomó pontunk, és semmit nem tudunk vele kezdeni. De a lengyeleknél beköszöntött a béke. Dánok leraboltak egészen idáig. Varszaváig, és Varsóig leraboltak. Közben Pomerániát alázza Brandenburg, úgy látom. Lehet, hogy kicsit túl terjeszkedett? De Brandenburg nagyobb volt. Nagyobb, ez a rész is azért volt, Rupin. Vagy Rupen. Rupen, nem tudom. Reformation branch is out. Tényleg nem is néztük mostanában, hogy mi a helyzet ezzel a fronton. Hát... Bohémia, igen, azt én értem. És Észak-Németország meg a svédek. Nem számítok egy erős református ligára. Beszóltak a mamelukok. Ennek nem örülünk. Úgy látom, Ausztriának annyira sikerült megbüntetni a Salzburgot, befoglalta az egészet a francba. Jó van az úgy alapom. Ausztria nem akar a barátunk lenni? Egyébként kérdezem én. Tudom, így is túl sok barátunk van, de... az sem elég. Hormuz! Tudjátok, az áruló Hormuz. Hát, na, abból még nem esznek. Oszmánok rátámadtak Genoára. Hát, ami marad belőle legalábbis. Konkrétan ez Genova. Ez. És most... háború meg így néz ki. Mit szóltok? Oszmánok versus szigetek. Horda. Ugye a Horda lesz a következő ellenségünk. Itt valószínűleg meg kell támadni, és Muszkovics segítene is nekünk. Velük van Karaman és Szibír. Karaman akár még jó is lenne. Nem, hát adjon akkor hozzá, adjon hozzá, nem érdekel. Igen, ezt ajánlhatod a kommentben is, hogy menjek neki, és akkor az úgy jó lesz. Pool government policies. Stabilitást vesztünk, vagy pénzt? Most pénzt, ja, most köszi. Köszi, hogy a pénzt vesztenénk. Nem tudom Szibír milyen erős. Nem lehet olyan erős, ugye? És miért is nem csatlakozik Szibír? Az uralkodó miatt. Az viszont ki fog tartani szerintem még egy darabig. Hol van? Látjuk Szibírt? Nem látjuk Szibírt, úgyhogy nem tudjuk igazából, hogy mennyi idős az uralkodója. De én feltételezném, hogy ez ki fog tartani még egy darabig. Lázadók itt vannak. A Pretenderből az. De nekünk is lesznek lázadóink. Elég nagy számmal ráadásul. Egész konkrétan 18k fog fellázadni. Jó, mi 19-en vagyunk. Szóval azért annyira nem vészes a helyzet. És úgy látom, hogy a Karkov lenne a legrosszabb, ahova lázadhatnának. Mert ha ráállunk Karkovra, és fellázadnak Manszurban, nem ki tudunk jönni. Ha Poltavában ott is ki tudunk jönni, és rájuk támadni. Ha feltámadnak. Ha támadnak Poltavában, akkor így jövünk. Ha Manszurban, akkor így jövünk. Ha meg Kizilgyárban, akkor így jövünk. Kész, egyszer se kell átkelni patakon. Kész. Nagyon jó. Nagyon ki van találva ez a terv, mindenre gondoltunk. Semmi nem vehet félre. Most már lengyeleknek is a riválisai vagyunk, a fél világ a riválisunk. Én azt mondanám, hogy a Hordát meg kéne támadni. Igen, csak meg kéne támadni. Tízesek ők is katonailag, ez nem túl ideális. De én abban látom most a túlélésünk zálogát, hogy megtámadjuk a Hordát. Várjuk meg, míg ezek fellázadnak, a rablóbárok. Utálom ezt az eseményt.
ki utáljon, az amírok, vagy a merkántok? Itt az influence fog dönteni, úgy érzem. Hát egyiknek se túl magas. Egyiknek sem veszélyesen magas. Akkor majd utálnak a merkántok. A merkántok nem érdekelnek. 64, még az simán jó. Ja, a merkántok el is tűntek. Bye! Ennyit a kereskedőkről. Hát jó volt, amíg voltak. Mi a helyzet a hordával amúgy? Mekkora a hadserege? Great Horde. Great vagy The Great? Great. Ez a 21, amit itt látunk lófrálni. Ez az egész hadserege. És ha minden igaz, nincs túl sok erődje sem. Astrakhan. Ugye Astrakhant akarnak befoglalni először is, elsősorban. És azt nagyon. Annyi, hogy lehet, hogy Gazimuk becsatlakozna? Gazimuk is becsatlakozna. De erről miért nem? Ja, de beszélsz. Az már úgy kicsit sok. Nács, te miért nem? Mert egy pös vagy. Jó. Magyarország, te miért nem? Mert nem jössz nekünk szívességgel. Nem az, hogy ki lennénk, segítne veled. Jó. Tudjátok, mint várj még egy picit. Én azt mondanám, hogy ebben a részben már ne támadjuk meg, és talán a következőt azzal kezdjük. Most úgyis megvárjuk, még fellázadnak az imeretiek, meg a krimeaiak. Az imeretiek miért és mennyien? 10 és... Hát tudom, tessék-lássék lázadásnak tűnik nekem. Lengyelek. Igen, igen, tehát ez várható volt. A lengyelek már nem nagy hatalom. Ez valahogy nem lep meg. Tehát így gyakorlatilag mennyi 20, 10-20 év alatt elveszették a területük, nem is tudom, legalább 75%-át, hogyha most Litvániát beleszámoljuk. És lett egy önálló Litvánia, aki mondjuk szövetségben van a lengyelekkel, és garantálva van a Moszkva által. Aha. Én ezt értem, de miért is? Whatev. Birth of colonialism. Na, hol van az a kolonializmus? Érdekes idők járnak. Lássuk. Illetve bevezetük-e mi már a reneszánszot? Hát nem. 380 arany lenne, annyira nem is vagyunk tőle messze. Kicsit terjed még. Segítsük meg a terjedését. Mit szóltok hozzá? 97%-ban van jelen. Ja. Tikrit. Mit a területnek a neve? Tikrit ehhez a területhez tartozik. Itt azt mondanánk, hogy... fenntartása 0.36, az megduplázódna, azt hiszem. Ezzel. Megtriplázódna. Vagy akkor már fővárosunkba? És ott hogy áll az institúció? Semennyire. Még közelébe sincsen. Viszont itt szépen terjed. Ha még lassan is. De terjed. 0.5 per month. És az, akkor azt mondja, nagyon közel van. Akkor nem igazán hiszem, hogy itt kell segítenünk. Itt jelen van. Hát nem kell segíteni. Inkább azt csináljuk, hogy itt a... ezen a részen, Kuzesztánba berakjuk a... Local Trade Power-t, Protect Trade. 0.20-ról felmegy, 0.62, régen megtriplázódott. De minden igaz, a bevételünk is növekedni fog 4.23-ról. Várjatok ki. Nem biztos, hogy értem ezt a játékot minden esetben. De ez azt is jelenti, hogy elérkeztünk az epizódnak a végéhez. Köszönöm a figyelmet, hogy még mindig itt vagytok. Ó, édes Jézus! Miért? Nem! Én akartam!
De van előbb, hogy mi mit akarunk? Miért nincs? Jesus! Promise of interest. Please! Give it to me! Aha! Give it to me! Van rá claimünk, meg minden! Add ide nekünk! Ugye ez is? Igen. Meg Astrakhant! Astrakhant nagyon kell. Kérlek. Hát menjünk be a háborúba. Hát utálom másnak a háborúit vívni, de menjünk be. És innen folytatjuk. Legközelebb. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!